Tovább folytatottak a tüntetések Belarusban vasárnap. Az ellenzékiek még mindig Lukasenko elnök felelősségre vonását, de mindenek előtt hatalomból való távozását követelik. A több ezer demonstrálót a Minszki rohamosztagosok könygázzal és vízágyúval zavarták szét. Sokakat letartóztattak. A fővárosban ez volt a kilencedik tiltakozó akciókkal teli hétvége. Sviatlana Cihanauszkaja ellenzéki vezető közben telefonon beszélt börtönben lévő férjével. Csak hálás lehetek a belarusz népnek. Tisztában vagyok vele, hogy nem vonulhatunk vissza, és soha nem is fogjuk megtenni, amíg mindannyian nem lesznek szabadok, és új választásokat nem tarthatunk, mondta a telefonban az ellenzék kulcsfigurájának számító Cihanauszka. -ja. Férje ezek után a Merkellel és Macronnal való találkozó felől érdeklődött. Kedves emberek, mellettünk állnak, hisznek a győzelmünkben, felelte Cihanauszka. -ja vélet a победу. A belorusz elnökeközben közben Minskben órákon át tárgyalt az ellenzék néhány bebörtönzött tagjával, akik azért kerültek a rácsok mögé, mert megkérdőjelezték a szerintük elcsalt választások eredményét. Nem csak önöket próbálom meggyőzni az önök támogatóit, hanem az egész társadalmat arról, hogy a dolgokat messzebbről, egészükben kell nézni, közölte az államfő.